Köszönjük a áldott dicséretet. Jó az Úr. Halleluja. 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 Most, hogy kinyitottam a Bibliámat, két-három igevers is kiugrott. Just as I opened my Bible, two, three scriptures just came out, so I would just share. And then, biztos észrevettétek, és sokan tudjátok is, hogy itt van a vendégünk, aki szinte családtaga, Jens Jönsson Dániából. Úgyhogy köszöntsétek őt nagy szeretettel. You are very welcome. You are our guest, but also a family member. No, so. Úgyhogy... Nem csak vendégségben, hanem hazajött hozzánk most, úgyhogy dicsőség Istennek. We are very happy to have you here and honored. Glory to God. A Zsoltárok könyvéből jött fel néhány igevers, és hogyha megengeditek, hogy nézzük meg, és utána szeretném átadni a szót Jens pásztornak, hogy ossza meg, ami a szívünkön van. Psalm 107, from verse 8 till 11. A Zsoltárok könyve 107-es Zsoltár, bocsánat, és a 8. verstől a 11-ig. És csak egy kis bátorítás. Azt mondja itt Isten igéje, de megvárom, hogy lapozzatok oda. Tehát 107-es Zsoltár, 8-astól 11-es versekig, hogy adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Hányan vagytok hálások Istennek, hogy ő egy kegyelmes Isten? Hogy nem az szerint bánik velünk, amit megérdemlünk, hanem az ő kegyelme szerint. Dicsőség neki. Halleluja. Hogy megelégíti a szomjúzó lelkeket és az éhező lelkeket jóval töltébe. Halleluja. Van-e valaki, aki ma éhes szívvel jött? Mert akkor meg fog elégíteni az Úr. Ha jól lakva jöttél... Valakit bosszant az, amikor vendégségbe hívsz valakit, eljön hozzád, és akkor készültél étellel, itallal, mindennel, és azt mondja, hogy nem éhes. Köszönöm, most ettem. Ha valaki így jön Isten tiszteletre, hogy tele van már a szíve mindennel, akkor hát jobb, hogyha nyitott éhes szívvel jövünk az Úrhoz. Amen. Szóval adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelmért és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, hogy megelégíti a szomjúzó lelkeket és az éhező lelkeket jóval töltébe, akik a sötétben és a halálnak árnyékában ülnek megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal, mert ellenszegültek Isten igének és a fenségesnek tanácsát megutálták. Ehhez nem nagyon kell hozzáfűzni semmit. A másik rész, ami volt ugyanitt, ha nyitva van a Bibliátok, az a 105-ös Zsoltár, 43-tól 45-ös versekig. And Psalm 105 from verse 43 to 45. És azt mondja, hogy kihozza az ő népét örömmel, és az ő választottait vígassággal, és nékik adá a pogányok földjét, és öröklék a népek fáradtságos szerzeményét, azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék, dicsérjétek az Urat. Halleluja! Az Úr egy jó Isten, aki kihozza az ő népét, ahogy Egyiptomból kihozta az ő népét, és az emberek, tudjátok, hogy mindjárt elkezdtek oltárt építeni, és mindjárt egészen más dolgokat kezdtek el tenni, pedig Isten azért hozta ki, hogy őt imádják ott. Azt mondta, hogy a fáraónak ezt mondja, hogy bocsásd el az én népemet, hogy imádjanak engem. És... hiszem azt, hogy erre szabadít meg bennünket Isten. Úgyhogy nagyon jól tettétek, hogy eljöttetek ma reggel, hogy imádjátok őt, hogy áldjátok őt, mert ő méltó. Hát fogadjátok sok szeretettel, Pásztor Jenst. Mr. Jens, you are very welcome. Share what's on your heart. Mr. Chame. Thank you. Köszönöm. Thank you so much for receiving me again. Köszönöm, hogy újra befogadtatok. Maybe you can hold it a little closer. A little closer? Yeah, that's good. It's always like being home when I come here, so I actually don't feel like a guest. Mindig olyan, mintha hazajönnék, úgyhogy igazából nem érzem vendégnek magamat. So thank you so much. Úgyhogy köszönöm, hogy fogadtatok. And then I need to greet you from my wife. És üdvözölnem kell a feleségem részéről is. She was supposed to be here. Arról volt szó, hogy ő is itt lesz. But it was on her heart to stay home. We actually don't know why, but she just had to stay home. So. A szívén volt az, hogy otthon maradjon. Nem pontosan tudtuk, hogy miért, de sok mindent kellett csinálni, de a szívén volt, hogy inkább most otthon maradjon.
And so I just need to say to Carmen, I love his worship. Azt kell, hogy mondjam Carmennek, hogy nagyon szeretem az imádatát. I think always when he's worshiping, he's just leading us into the heart of our Lord. Mindig, amikor ő dicsér, akkor az Úr szívéhez vezet minket. Sylvie, azon a mikrofonon a jelszín, tudsz föltekerni? So ott, igen, igen, köszönöm. Figyel meg, világít, amikor ő beszél. I think I'll start with a kind of beginning testimony. Egy ilyen kezdő bizonysággal szeretnék kezdeni ma. We have a young guy in the church. Van egy fiatal ember a gyülekezetünkben. He was actually with us here in Hungary last summer. Múlt nyáron volt itt velünk Magyarországon. At the time he was very new in faith. Akkor még egész új volt a hitben. But all the time he experienced that the Lord put gold dust on him. És nagyon sok alkalommal azt tapasztalta meg, hogy ilyen aranypor hullott rá az Úrtól. So many times in church and out of church and at his work and nagyon sokszor a gyülekezetben, amikor nem a gyülekezetben volt, a munkahelyén. And now not that long time ago. És most nem olyan régóta. Actually it was a Sunday after the meeting the young ones went with us home. Egyik Isten tisztelet után a fiatalok eljöttek hozzánk az otthonunkba. He received the news that his father had a blood clot in his brain. És akkor kapta a hírt, hogy agyvérzést kapott, egy ilyen agyi elzáródás volt az apukának az agyában. He was paralyzed and és lebénult. With a plane going to the big hospital in Copenhagen. És repülővel vitték egy koppenhágai nagy kórházba. So he went there with his family and for going there. Oda ment a családjával ő is. And in the evening he wrote us that when he went into this where he was laying. És este írt nekünk, hogy amikor oda ment, ahol az apukája feküdt, he was on life support. Akkor ilyen életmentő gépeken volt. But every time he went in there, the glory of the Lord was there. És minden alkalommal, amikor bement, akkor érezte Istennek a dicsőségét, hogy ott van. He said it was just like there was angels, but also that was some person was there. Úgy éreztem, mintha angyalok lettek volna ott, de mintha egy személy is lett volna ott. So we just thanked the Lord and it was amazing and his father was still sick, but it was kind of sign. Úgyhogy köszöntük az Úrnak, az apukája még mindig beteg volt, de ez egy fajta jel volt. And now finally after I think 3 weeks a month. És most 3 hét vagy egy hónappal később, hogy ez történt. His father is still in hospital, but he's out of life support. Az apukája még mindig kórházban van, de már nincsen ezeken az életben tartó gépeken. And just last week he told his son. És múlt héten azt mondta fiának. And he wrote it to us. És ő írt nekünk. That now his father is not a believer. Az apukája nem egy hívő. Yet. Még nem egy hívő. But he told the son that he in the room he experienced there was some kind of movements like something you know flying in he couldn't see it but he just sensed it and that a man was standing there. És azt mondta az apukája, hogy amikor ott volt a kórházban, akkor megtapasztalta, hogy mintha valami ott mozgott volna és mintha állt volna ott valaki. I think it's kind of on the way miracle, but I cannot say he's going to be healed, but it's just so amazing how the Lord is. Nem tudom, hogy mi történik majd vele, de úgy gondolom, hogy ez nagyon csodálatos, amit így megtapasztalt. I'm actually excited for that family because it's a completely new family with no faith. Nagyon izgatott vagyok ezzel a családdal kapcsolatban, hogy mi lesz belőlük, mert teljesen újak, nem voltak hívők. Yeah, so I just want to share it. Úgyhogy ezt meg akartam osztani veletek. Yeah. I think it's amazing. Azt hiszem, hogy ez csodálatos. When I asked the Lord what I'm supposed to talk about today. Amikor megkérdeztem az Urat, hogy miről is kellene beszéljek ma. It may be simple to some of you. It may be simple to some of you. Lehet, hogy túl egyszerű lesz néhányatoknak. But I think I need to speak about some foundations in our faith. De úgy hiszem, hogy a néhány alapvető dologról kell beszéljek, ami így a hitünket érinti. Because I believe that a life of faith. Mert úgy hiszem, hogy egy hit élet. Following Jesus. Hogy követjük Jézust. Do have foundations that will never grow old. Kell, hogy legyenek olyan alapjai, olyan fundamentumai, ami soha nem öregszenek meg. Kind of cornerstones of our faith. Ilyen sarokkövei a hitünknek. When you build a house at the time of Jesus. A Jézus idejében, amikor egy házat építettél. The foundation. Az alap. And by it the whole house. És azáltal az egész ház. Were kept together by cornerstones. Ilyen sarokkövek által volt összefogva. Some years ago I went to with a group from Hungary actually with Pastor Jim. Évekkel ezelőtt egy csoporttal jöttünk ide Magyarországra, Jim Pastorral. We went to Israel.
és utána elmentünk Izraelbe. And we also went to the mountain of the Temple Mount. És a templom hegyre is fölmentünk. And in one end of it. És az egyik végén. When they took down the temple in the year of 70 after Christ. És amikor Krisztus után 70-ben lerombolták a templomot. They pushed all the stones out and a köveket mind letolták és leestek. All these big stones. Mindezek a hatalmas and kövek. They are just laying there in the one end and you can go and see them. Ott vannak az egyik saroknál is még néhány követ azokból lehet látni. I think it was kind of great to stand beside these stones even though it's only stones because és azt gondolom, hogy nagyszerű volt ott állni ezek a kövek mellett, akkor is, hogyha ezek csak kövek. And one of them was the cornerstone actually. És az egyikük volt egy ilyen sarokkő. One of them. And staying there thinking that the house of the Lord containing his presence. És hogy elgondolni azt, hogy Istennek a háza, ugye hordozta, ott volt ez a jelenlét. This stone kept actually the house together where the Lord was kind of living. És ez a kő volt, ami összefogta azt a házat, ahol idézőjelben az Úr lakott akkor. These stones were crucial. Ezek létfontosságúak voltak. To keep the temple standing. Hogy a templom álljon. And often Jesus he uses things from our everyday life. Jézus gyakran használ dolgokat a mi hétköznapi életünkből. That we can relate to. Amivel tudunk azonosulni. To teach us and to stir up our faith. Hogy tanítson minket, hogy felgerjessze a hitünket. And just like this big stone keeping the house together for the Lord. És ahogy ez a sarokkő összefogta Istennek a házát. We have elements in our lives we need to stay close to. Vannak olyan dolgok az életünkben, olyan elemek, amikhez közel kell, hogy maradjunk. We need to hold on to. És meg kell, hogy ragadjuk őket. In the first church we see in Acts 2:42. A korai gyülekezetben az Apcsel 2:42-ben látjuk. I start reading it, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. És részt vettek az apostolok tanításaiban és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és az imádkozásban. They continued, they kept on doing it. Az angolban úgy van, hogy és ők folytatták, ez a részt vettek helyett úgy van, hogy és ők folytatták az apostolok tanításaiban, tehát hogy folyamatosan tették. The teachings, what Jesus he said and what he did. A tanításokat, amiket Jézus mondott és amiket tett. The fellowship. A közösséget. Daily they were together. Naponta együtt voltak. They ate and they prayed and they shared the word and they shared life. Együtt ettek, együtt imádkoztak, megosztották az életüket. They actually were a church family. Valójában egy gyülekezeti család voltak. And they had communion. Úrvacsorát vettek. They took part. They remembered. Részt vettek az úrvacsorában, visszaemlékeztek, megemlékeztek. The covenant God gave them. Arról a szövetségről, amit Isten adott nekik. And they prayed. És imádkoztak. When I see in scripture, for example, also in Acts, when I see Peter in prison. Amikor látjuk azt például, ahogy az apostolok cselekedetében Péter, amikor a börtönben van. When they prayed. Amikor imádkoztak. Earth was shaking. A föld remegni kezdett. Doors were opening. Az ajtók kinyíltak. Chains falling. A láncok lehullottak. Angels appearing. Angyalok megjelentek. I need to catch up. Kicsit bele kell húzzak. In prayer. Az imába. I think it's amazing to see when they prayed. Standing on this foundation, they were strong and yeah. Azt hiszem, hogy látva őket, hogy amikor ők imádkoztak, mik történtek, hát ez egy erős alap. Yeah. I think these elements. There are more. I will come back to it. Több ilyen elem is van, de ezek az elemek. To have our faith alive. Segítenek, hogy a hitünk élő maradjon. To be hot. Hogy tüzesek maradjunk. I don't actually know the English word, but have you ever been a scout? You know, children can be scout, kind of. It's I don't know what the English name is. Can you explain it? You know when you. Oké, okay, cserkész, all right. Yeah, maybe. Okay. Volt-e már valaki cserkész? In Denmark, if you sign up to be a scout or whatever it's called. Okay. Dániában, hogyha jelentkezel, hogy ilyen cserkész legyél. You will learn how to use a knife or a rope or light a fire. Megtanítanak, hogy hogyan használjál kötelet, vagy egy kést, vagy hogyan gyújtsál tüzet. And you will have a kind of diploma. És majd lesz egyfajta diplomád. Telling that that's what I'm able to do.
ami azt jelképezi, hogy te képes vagy ezeket a dolgokat megtenni. And when you learn to light up a fire, és amikor megtanulsz tüzet gyújtani, you will also learn to keep it burning, to maintain it. Meg kell tanuld azt is, hogy hogyan tudod életben tartani ezt a tüzet, hogy fennmaradjon ez a tűz. We have to it's kind of foundation. Most of us know it. Ez ugye egy alapvető dolog, a legtöbben ezt tudjuk. It's pretty simple for us to know how to light a fire and to keep it burning. Nagyon egyszerű meggyújtani egy tüzet, ugye meg fenntartani, hogy égjen. And to keep it burning, you just need to put more fire on it. And ahhoz, hogy égjen tovább, csak arra van szükség, hogy több fát rakjál a tűzre. For it to keep on warming and giving light, being useful. Hogy továbbra is melegítsen, hogy fényt adjon, hogy hasznos legyen. For food or just having a good time. Akár hogy ételt készíts rajta, vagy csak hogy jól érezd magad. But just the same, we have to put firewood on our fires. De ugyanezzel a gondolatmenettel nekünk is kell, hogy tűzifát rakjunk a mi tűzünkre. To keep us burning. Hogy tűzben tartson bennünket. Our spiritual life is ignited. A szellemi életünk az egy szikrát kapott, as we received Jesus, amikor befogadtuk Jézust, and we need to keep it on fire. De nekünk szükségünk van arra, hogy életben tartsuk ezt a tüzet. And if we want a bigger fire, és ha szeretnénk nagyobb tüzet, we need to put more firewood on it. Akkor még több tűzifát kell, hogy rárakjunk. You know these small animals called squirrel? You know these small who is climbing trees with a big tail? Squirrel, valaki tudja, hogy ez mi? Mókus, kösz. They collect storage. Ezeket a mókusokat, köszönöm, milyen jó, hogy van segítségem. Vannak ezek a kis mókusok, nyáron összegyűjtik az élelmüket. They collect a lot of nuts. Egy csomó ilyen makot, meg to have something to eat in the winter. Diókat összegyűjtenek, hogy legyen, amit egyenek a télen. For us it means, számunkra ez azt jelenti, in all seasons of our life, hogy minden időszakában az életünknek taking care for a spiritual container. Gondoskodjunk a mi szellemi tartályunkról. Taking care our vessel is full all the time. Gondoskodjunk róla, hogy a mi edényünk legyen tele mindig, folyamatosan. Actually, the Bible talks about the wise and the foolish bridesmaids. Ugye a Biblia beszél a bolond és a bölcs mennyasszonyokról. So it will not all be about fires and squirrels. Úgyhogy nem csak a mókusokról, meg a tűzről van szó. But also what the Bible says about it. Hanem amit a Biblia mond erről. The smart ones, they prepared. A bölcsek, ők felkészültek. They had enough oil. Nekik volt elegendő olajuk. To have the light burning. Hogy a tűz továbbra is tudja égni. Until the bridegroom he finally arrived. Addig, amíg a vőlegény végül megérkezett. And that's the one who went with him to the wedding feast. És ők voltak azok, akik bemehettek vele a mennyegzőre. And actually it's not my words but the Bible calls the other ones the foolish ones. Nem az én szavaim, de a Biblia azt mondja, hogy a másik szűzek, a másik mennyasszonyok azok bolondok voltak. They woke up. Fölébredtek. But too late. De túl későn. They didn't have enough oil. Nem volt elég olajuk, burning. Hogy az ő lámpásaik világítsanak. And we know what happened. És tudjuk, hogy mi történt. They didn't go into the feast. Nem mehettek be a mennyegzőre. And now I'll just go to just a few of the cornerstones I think added to what I already said now. És akkor lépjünk tovább a következő ilyen sarokkövekre, ahogy adjuk hozzá ahhoz, amiről már beszéltünk. For me it's very important to know that God is good. Számomra nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy Isten jó. No matter what happens. Mindegy, hogy mi történik. Or what not happens. Vagy mi nem történik. That's the same case because sometimes it's happening just with this kid. Ez legalább olyan fontos, hogy mi nem történik, mint ahogy volt az eset ezzel a fiúval. God is good anyway. He's not yet healed, but God is good anyway. Az apukája még nem gyógyult meg teljesen, de Isten jó ennek ellenére is. We sing that God is good all the time God is good. Énekeljük ezt, hogy Isten jó, mindig jó. Maybe you will sing it. Lehet, hogy fogjuk énekelni. He is our Father. Ő a mi apukánk. And he loves his children so much. És nagyon szereti az ő gyermekeit. Of course he will raise us. Persze fel fog nevelni bennünket. But he will not lead us into something we cannot handle. De nem fog belevezetni olyan dolgokba, amiket nem tudunk kezelni. He will allow us to be tested. Megengedi, hogy le legyünk tesztelve, hogy meg legyünk vizsgálva. And often I remind him that you promised you not to test me more than I can handle. So I believe that. Úgyhogy sokszor szoktam emlékeztetni, hogy megvan írva, hogy nem hagyod, hogy feljebb legyünk megkísértve, mint amit el tudunk szenvedni. És hiszem ezt. He will for sure challenge us, he will encourage us. Az biztos, hogy kihívásokat fog intézni hozzánk, hogy bátorítani fog minket. He will support us.
támogatni fog minket. And he will say stop. És azt fogja mondani, hogy ezt fejezd be. I mean that's what we do to our children also. Ezt tesszük mi is a gyermekeinkkel. Nem mindig mondhatod neki, hogy olyan ügyes vagy, olyan jól csinálsz mindent. He has a great future for us. I know that. He's hiszem, so good. Hogy egy nagyszerű jövő áll előttünk. Ő olyan jó. We can turn away from him. Mi elfordulhatunk tőle. But in Hebrews 13:5 he says he will never leave us and he will never forsake us. De a zsidó 13:5 azt mondja, hogy ő soha nem fordul el tőlünk, soha nem hagy el bennünket. And never means never. És a soha az azt jelenti, hogy soha. At the same time. És ugyanebben az időben. He will not force us. Nem fog ránk erőltetni dolgokat. He will recognize your free will. Ő figyelembe veszi a te szabad akaratodat. About this being good, there's a word he highlights to me very often in this season. És amikor erről beszélünk, hogy ő jó, van egy szó, amit így kiemel a számomra ebben az időszakban. It was in Danish, so it was a little challenge for me to find it in, but I tried to find it in English also. Danul jött ez nekem, úgyhogy elég nehéz volt ezt angolul megtalálnom, de azért próbálkoztam. And the word is satisfy. És a szó az, hogy megelégít. In the Danish Bible, it's compared to when you eat and you are full, you are satisfied. Oh, it's so good. A Dán Bibliában úgy van, hogy amikor éhes vagy és eszel és megelégszel és tele vagy, hogy megelégszel, van egy jó vacsorád és akkor most megelégettél és tele vagy. So he wants to satisfy us. Ő meg akar elégíteni bennünket. And then I have a few scriptures where I've just read them so you can hear that's not my words. Van néhány. Psalm 36:8. Van néhány ige, amit szeretnék felolvasni, hogy lássatok, hogy ezt nem csak én mondom. Psalm 36-os Zsoltár 8. So I hope it's the same kind of words. Reméljük, hogy valami hasonló lesz a magyarba is. They feast on the abundance of your house. You give them drink from your river of delights. One more time, please. 36:8. Igen, hogy azt mondja, hogy dúslakodnak, házadnak bőséges javaidban, megitatod őket, gyönyörűségeit folyóvizeidből. Hallelujah. I like that. Yeah. Mi too. Szeretjük ezt. Psalm 91:16. 91-es Zsoltár 16. With long life I will satisfy him and show him my salvation. He will satisfy us with long life. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet, hogy megelégítem őt hosszú élettel. Megelégít minket. És emlékezz arra, hogy mint amikor megelégít téged, amikor jól laksz. Egy hasonló érzéssel tölt el ez, amikor egy jó, hosszú élettel elégít meg. And we'll go to Psalm 103:5. 103-as Zsoltár és 5-ös vers. Who satisfy your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét. I can just say hallelujah to that too. Erre is csak azt mondani, hogy hallelujah. Is it the same word satisfy in Hungarian? Yeah. Okay. Yeah. And in John 10:10. És a János 10:10-ben. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Az ő Bibliájukban ugyanaz van, az a bővölködéssel. How is in yours? In my purpose is to give them a rich. Szó szerint úgy van, hogy az én célom az, hogy azért jöttem, hogy adjak nekik gazdagságot és megelégedett életet. Megelégítsem az ő életüket. We receive that. Hallelujah. Yes, we take it. Elfogadjuk ezt. Elfogadjuk ezt a Jézus nevében. But then I have a question for you from Isaiah 55:2. De van egy kérdésem Ézsaiás 55:2-ből. I'm sorry, but it's the Bible, so I can. Sajnálom, de ez a Biblia. I can give you this question. Úgyhogy ezért megkérdezhetem. Wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye what which is good. And let your soul delight itself in fatness. De mivel a Bibliában írja ezt, ezért megkérdezhetem tőletek. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok szorgalmasan rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségében. Kövérségben. I'll not go deeper into that part of it, but I'll just say to you, he will satisfy you. Úgyhogy nem akarok mélyen belemenni ebbe az igébe, de arra részre azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ő megelégít. He will fill you up.
ő fel fog tölteni. He will do good to you. Jót fog tenni veled. He will make you fat. Megkövérít. Maybe that's not so good, but lehet, I think it's in a good way. De ezt egy jó módon. He even says, if I'm for you, azt mondja, who azt can, is mondja, hogy ha én veletek vagyok, who can be against you? Ki lehet ellenetek? That's an amazing promise. Ez egy csodálatos ígéret. God is good. Isten jó. Isn't he? He is so good. Ugye, hogy jó? Nagyon jó. He in Psalm 23 we can just he 23-as Zsoltárban azt mondja, he prepared a table for us. Hogy egy asztal terít. And he's it's just standing there in front of you and you can just take up the dishes. És ott van előtted, és ott vannak a tányérok, és csak vehetsz belőle. And he's even sitting there with us. És még le is ül velünk oda. Hallelujah. 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 Another cornerstone. Egy másik ilyen sarokkő. It's love. A szeretet. Love is a lifting, bearing element. Egy felemelő, egy olyan elem, ami felemel, ami hordoz bennünket. He is love. Mert ő maga a szeretet. It's not a habit he takes sometimes. Nem egy szokás, not a habit, kind of, yeah, mean? Habit, whatever. Nem egy szokás, amit időnként cselekszi, vagy hogy fölveszi, vagy leveszi. He's the same always and he loves you so much. Ő ugyanaz mindig és ő nagyon szeret. And our faith works by love. És a mi hitünk szeretet által működik. And he wants you to know and to recognize it and to live in his love. És ő azt akarja, hogy ezt mi tudjuk, hogy ezt felismerjük és éljünk az ő szeretetében. In Romans 5:8, Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 8-as versében, he says to us, but God shows us his love for us. That while we were yet still sinners, Christ died for us. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. He loves us so much that he was willing to give. Hogy hajlandó volt, hogy odaadja. And not only to give what he had left over. És nem csak azt adta oda, ami megmaradt neki. He wanted to give you the most precious he had. Hanem ő oda akarta adni a legdrágábbját, amilyen volt neki. And the most precious, I know I have kids, the most precious I could give, it would be my children. So he gave his child. Én mint szülő tudom, hogy nekem a számomra a legdrágább az a gyermekeim lennének, és ő is a legdrágábbját, az ő gyermekét, az ő fiát adta oda értünk. And he even did it while we didn't even know about him or would know about him. És ő ezt még akkor is megtette, amikor mi még nem is tudtunk róla, vagy nem is akartunk volna tudni róla. It's relatively easy to love someone you're close to and someone you know. Hát relatív könnyű szeretni olyan valakit, akihez közel vagy, akit ismersz. But he loved us while we were yet still in a distance, actually a far distance. De ő már akkor szeretett minket, amikor mi még egy távolságra voltunk tőle, egy nagy távolságra while voltunk we tőle. We were living our own lives. Amikor a saját életünket éltük. And not wanting to know him. És nem is akartuk ismerni őt. Like the prodigal son, mint a tékozló fiú, ismeritek ezt a történetet. Yeah. He wants you so much to have faith in his love. Annyira akarja, hogy legyen hited az ő szeretetében. To know it, to receive it. Hogy tudjad, hogy elfogadjad. I just want to tell you are so loved by your father in heaven. Azt szeretném, hogy tudjátok, hogy nagyon szeretve vagytok a ti mennyei atyátoktól. And then I'm just talk a little about the word of God as also a cornerstone. We have two cornerstones now and the beginning of course, but eddig ideig már megnéztünk két ilyen sarokkövet, és a következő nézzük meg Istennek az igéje lesz. The word of God. Istennek az igéje. The Bible. David says in Psalm 119:18. Zsoltárok könyvében Dávid azt mondja 119:18-ban. He's praying or is speaking to God. Imádkozik és beszél Istenhez. Open my eyes to see the wonderful truth in your instructions. Open my eyes. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. You can read the Bible with your brain. Olvashatod a Bibliát az elméddel. You can think about it and philosophize over it. Gondolkodhatsz rajta, és hát látsz ebből ennyit, amennyit látsz. And many people in the public church in Denmark they do that. They just use their mind for the in the Bible. És nagyon sokan Dániában vannak ilyen állami gyülekezetek tulajdonképpen, és ők ezt teszik, az elméjükkel olvassák az igét. But if you want to know God's view of the matter, de hogyha szeretnénk látni Istennek a látáspontját, we will have to read it together with the Holy Spirit. A Szent Szellemmel, hogy együtt olvassuk. Very often when I read my Bible, I said, Holy Spirit, help me to see what you see, what my father sees in this scripture. Nagyon sokszor, amikor látom Istennek az igét, akkor meg kell kérjem az atyát, hogy nyissa meg a szemeimet, hogy lássak.
For me it's so obvious. Before I came to faith, I wanted actually to read the Bible. Mielőtt én a hitbe kerültem volna, szerettem volna olvasni a Bibliámat. But it was dry and boring and historic. De száraz volt és unalmas volt és ilyen történelmi volt. And after I came to faith, it was just like my eyes were opened. És miután hitre jutottam, olyan volt, mint hogyha ha a szemeim megnyíltak volna. It came alive, a journey started. Életre kelt és egy utazás indult el. Into a new world. Egy új világba. Into God's kingdom. Istennek az országába. How it functions, how God is. Hogy hogyan működik, hogy milyen Isten. How he thinks. Hogyan gondolkodik. Who am I and who is the church and so ki vagyok things. Én és ki a gyülekezet és egy like csomó my, minden. I started a journey for, and opened to see what he sees. Olyan, mint hogyha a szemem megnyílt volna, hogy lássam azt, amit ő lát. And another thing about the Bible is it's so important for us to know that it's revealed. És egy másik dolog a Bibliából, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy ez kijelentetett, hogy ez felfedetett. Sometimes I hear people say, oh, I can believe that and I cannot believe that. And, néha hallom, hogy emberek azt mondják, köszönöm szépen, hogy én ezt el tudom hinni, ezt nem tudom elhinni. I'm so happy that he's not limited by what I can understand or what I can have faith for right now, because he's so much bigger. Hála Istennek, hogy én nem ettől függök, hogy most mit tudok, hogy mások mit tudnak elfogadni, vagy mit nem, ő ennél sokkal hatalmasabb. So no matter what I understand, mindegy, hogy mit értek meg, I believe the whole Bible, hiszem az egész Bibliát, from the first to the last az egészet, az elejétől a végéig. And he tells it to us so many times that it's given by him to people. És olyan sokszor kijelenti a Biblia, hogy ez Istentől az embereknek adatott. In 2 Timothy 3:16, 2 Timóteus 3:16, it says that all scripture is God breathed, inspired, and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. And in 2 Peter 1:20, a 2 Péter 1:20-ban, above all you must understand that no prophecy or scripture comes from one's own interpretation. Tudván először azt, hogy az írásban egy profétai szó sem támad saját magyarázatból. For no prophecy was ever brought forth by the will of man, but men spoke from God as they were carrying along by the Holy Spirit. Mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. All of it is from God. Minden Istentől van. I believe that so much. People put it together, but just like we can speak from God, today they listen to the Holy Spirit and they just wrote the Bible and put it together what needs to be there. És ugyan emberek rakták össze, de hiszem azt, hogy ahogyan Isten ma is tud szólni hozzánk, akár rajtunk keresztül, emberek hallottak a Szent Szellemtől, és leírták ezeket, és Isten összegyűjtette őket. Amen. Amen. We believe it in Jesus' name. It's hiszük ezt a Jézus nevében, hogy Istentől van. In Romans 15:4. A Rómaiakhoz írt levél 15:4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy álhatatosság által és az írások vizsgálása által reménységünk legyen. You have the endurance, encouragement and hope. Is it the same? Yeah. I believe there is so much to gain. Csak azt kérdezte, hogy ott vannak ez a hogy a mi tanulságunkra írattattak meg, és hogy álhatatosság által és az írások vizsgálása által reménységünk legyen. Yeah. There is so much to gain from the scriptures. Olyan sokat nyerhetünk az írásokból. Just here we see endurance, perseverance. Itt látjuk a kitartást, az álhatatosságot, comfort, encouragement, a vígasztalást, wisdom, insight, bölcsességet, a betekintést, életet. It's the word of life. Istennek ez az életnek a beszéde. And it's so important that we believe that it's written by the Holy Spirit. És olyan and fontos, hogy higgyük, hogy a Szent Szellem által ihletett. And we read it with the Holy Spirit. És hogy a Szent Szellemmel olvassuk. The Bible is our source of nutrition. A Biblia, ami forrásunk, ahol ő betölti a szükségeinket, ami táplál bennünket. It nourishes our spirit and it renews our mind.
táplálja a szellemünket és megújítja az elménket. For sure it's a cornerstone, it's our daily food. Az biztos, hogy ez egy ilyen sarokkő, ez a mi napi eledelünk. And we need to store it. És kell, hogy raktározzuk. So we have it to draw from when we are in different situations, life situations. Hogy legyen, ahonnan előhozzunk majd, amikor szükségünk van különböző élethelyzetekre. For renewal, for refreshment, just to live by. Hogy élni tudjunk általa, hogy megújuljunk, hogy felfrissüljünk. And we need to take it as medicine. It's actually in. És van, amikor úgy kell bevegyük, mint a gyógyszert. Preventive medicine. Egy megelőző gyógyszert. Just as I take my vitamins every morning. Ahogy beveszem a vitaminjaimat minden reggel. It's so amazing. He created all things by these words. Mindent az ő igéje által teremtett. And he sustains and upholds all things by his word. És az ő szavával tartja fenn a mindenséget. Words of weight. Az ő szavainak van súlya. I believe very much it's a cornerstone, and we need hiszem, to hogy ez keep on sarokkő. We may have read the same scriptures, but every time I read it, I think the Lord just giving me new layers and new insights in it. És lehet, hogy már olvastuk, már ismerjük ezt, de mi ettől függetlenül továbbra is olvasnunk kell, és én azt tapasztalom, hogy minden alkalommal, amikor olvasom, amit már ismertem, mintha az Úr egy új réteget mutatna, mintha így felfedne egy újabb réteget, meg egy újabb réteget azzal kapcsolatban. Sometimes I stop and say, it's so strange. I can normally when I read a book or see a movie, I can see it one time, two times, and then it's boring. But this, it's all the time. It's new and fresh and inspiring. Olyan érdekes, hogyha megnézek egy filmet vagy egy könyvet elolvasok, akkor elolvasod egyszer vagy kétszer, vagy megnézed egyszer vagy kétszer, utána már unalmassá válik, de nem ez a helyzet az ő igével. And the next thing I will just focus on is prayer. A következő, amire szeretnék fókuszálni, az az imádság. I hope it's no one in here, but sometimes we are together with people, and they kind of put on a CD, and CD? Then they keep on going the same prayers that they have done this last 20. Hiszem, hogy senki nincs ilyen közöttünk, de vannak emberek, akik imádkoznak úgy, mint hogyha beraknál egy CD-t, és ugyanazt a dolgot mondja el újra meg újra már 20 éve. And I mean, it's good to have things we remind the Lord about. És persze jó dolog emlékeztetni az Urat bizonyos dolgokról. But I think prayer is a conversation with our Father, Abba Father. De hiszem azt, hogy az imádság az egy beszélgetés a mi mennyei atyánkkal. It's fellowshipping with Daddy. Amikor közösségben vagyunk az apukánkkal. We are created to live in this dimension and life of relationship to him. Egy ilyen dimenzióra teremtettünk, ahol egy ilyen kapcsolatban lehetünk, egy ilyen közösségben lehetünk of vele. Of course prayer is when we are together. Persze az imádság az, amikor együtt vagyunk. But I believe we also need to go home, lock the door and go alone with God. De azt hiszem, hogy arra is nagy szükség van, hogy menjél haza, zárd be az ajtódat és legyél egyedül Istennel. I do it every day. Minden nap teszem ezt. It's a part of my life. Ez a része az életemnek. It's a life necessary habit for me. Én úgy érzem, hogy ez egy élethez szükséges szokás a számomra. It's just like David, he found new encouragement when he was with the Lord. Mint amikor Dávid is egyedül volt az Úrral, akkor egy új bátorításra lelt. I can go in, being maybe a little, whatever, sad or whatever. Lehet, hogy úgy megyek be, amikor megyek imádkozni az Úrral egyedül, hogy egy kicsit lent vagyok, vagy szomorú vagyok. But all the time when I go out, if I stay close to him and just waited for him, I'll go out encouraged. De minden alkalommal, amikor közel vagyok hozzá, és közel állok hozzá, úgy jövök ki, hogy bátorítva vagyok. Prayer is telling him what makes you happy. Az imádság az is, amikor elmondod neki, hogy mi az, ami örömet okoz neked. And of course also what you want him to change, what you cannot do by your own. És persze az is, hogyha elmondod neki, hogy mi az, amit szeretné, hogy megváltoztasson, amit nem tudsz te megtenni saját magadnak. When Lina and I are at home, amikor Lin és én otthon vagyunk, we do not necessarily all the time talk to each other. Nem szükségszerűen mindig beszélünk egymáshoz. It's not necessary the amount of words. Nem mindig a szavak mennyiségéről van szó. But it's I know her and she knows me, so often we don't have to talk that much. Ő ismer engem, én ismerem őt, úgyhogy gyakran nem kell, hogy olyan sokat beszéljünk. It's kind of the same with your father. You don't have to. He knows your heart and he actually just wants your heart. Ugyanez a helyzet a mi apukánkkal is, hogy ő ismeri a te szívedet, de igazából ő vágyik a te szívedre. And in saying that, és ahogy ezt mondjuk, we also believe very much. Nagyon erősen hiszünk. In the authority of words. Hiszünk a szavaknak az erejében. The influence of words spoken in faith. Hogy milyen befolyása van a hitben kimondott szavaknak. 2 Corinthians 4:13 2 Korintus 4:13 azt mondja.
It is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint megvan írva, hittem, és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. That's why it's so good to be close to him and just listening, because he wants us to say what he says or he said. Ezért olyan fontos, hogy közel legyünk hozzá, hogy ott legyünk, hogy hallgassunk, hogy mi az, amit ő mond, és mondjuk azt, amit ő ad a szánkba. He says, speak to the mountains. Ő azt mondja, hogy szólj a hegyekhez. That's for sure prayer. Az biztos, hogy ez egy imádság. I cannot move any mountains. Én nem tudok hegyeket mozgatni. But my father, he can. De az apukám igen. He can move any mountain. Ő bármelyik hegyet el tudja mozgatni. He can refurnish. Ő újra tudja berendezni. Everything he already created. Bármit, amit már megteremtett. So when I speak what he tells me, amikor azt mondom, amit ő mond nekem, hogy mondjak, the mountains have to move. A hegyeknek el kell mozdulniuk. We actually see it several times in the. I have some favorites in the, because I'm so much into this. Ez annyira ilyen különleges a számomra, a kedvencem, mert én annyira használom ezt, benne vagyok ebben. Some of my favorites are John and Maria and Joshua. János, Mária, who is that Joshua? Joshua from Joshua 1:8. You know the Joshua, the book of Joshua. I don't know what it's called. Joshua. Józsué, igen. Bocsánat, csak nem tudtam felismerni, hogy János, Mária, Józsué, így a kedvenceim. I mean, Maria, she was sitting at the feet of Jesus. Mária, aki Jézusnak a lábainál ült. She was so close. Aki olyan közel volt hozzá. John was sitting next to Jesus so often, very often when they were together. Amikor együtt voltak, János mindig nagyon közel ült, vagy közel volt Jézushoz. And Joshua, this young man who was following Moses. És Józsué, aki egy fiatal ember volt, aki követte Mózest. When Moses went to the tent and the presence of the Lord came down. Amikor Mózes elment a sátorba, és Istennek a jelenléte lejött. And Moses went and this young man, he just stayed there. He just needed to be close to the Lord, presence of the Lord. És Mózes ott volt, ez a fiatal ember ott kellett legyen a közelbe, és Istennek a jelenlétének a közelébe kellett legyen. Just like I want to be so close to Jesus. Pont úgy, ahogy én vagyok, hogy nagyon közel akarok lenni Jézushoz. And it's so easy to hear what he's saying. És ott olyan könnyű meghallani azt, amit ő mond. He says that my sheep will hear my voice. Ő azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, az én szavamat. Know him especially, know him. És én ismerem őket, különlegesen ismerem őket. Israel, they know about what he could do. Izrael tudott arról, hogy Isten mire képes, hogy miket tud megtenni. But Moses, he knew his plans, actually his heart. De Mózes ismerte az ő terveit, ismerte az ő szívét. And then you can speak what he says, and then the mountains will move. És utána tudod mondani, amit ő mond, és a hegyek meg eltávoznak, elmozdulnak. So today we will have, if you have any mountains, we will speak to them, because we know Jesus. Úgyhogy ma, ha vannak hegyek az életedben, akkor szólni fogunk ezekhez, hogy elmozduljanak, mert van hitünk Istennek az igében. Yeah. Amen. Amen. And the last thing I will comment just shortly talk about is communion. És az utolsó dolog, amiről röviden szeretnék beszélni, ez a communion, like taking communion, yeah. Az úrvacsora. We know the scriptures for Luke 22:17. Ismerjük az igéket, Lukács evangélium. I don't know if you want to read. 22:17, not necessary. No. And Jesus, he gave us this meal. Jézus amikor így az utolsó vacsorán volt, ő adta nekünk ezt a megemlékezést. This covenant, this agreement. Ezt a szövetséget, ezt a megegyezést. For everyone who receive him. Mindannyiunk számára, akik elfogadtuk őt. I believe there's a mighty power in taking communion. Hiszem, hogy hatalmas erő van abban, amikor úrvacsorát veszünk. It's kind of center of our faith. A hitünknek valahogy ez a középpontja. Everything he has done, planned. Minden, amit ő tett, amit tervezett. Prepared, made available. Amit előkészített, amit a rendelkezésünkre bocsátott. Now and in eternity together with him. Élhetünk benne most és az örökké valóságban vele együtt. When we get married. Amikor összeházasodunk. We make a covenant of marriage. Akkor a házasság szövetségére lépünk. When we buy a house. Amikor veszünk egy házat, we make a written sales agreement. Egy ilyen eladói meg vásárlói adásvételi szerződést írunk. When we write a testament, amikor végrendeletet írunk, it is to tell what rightfully become the heirs. Az ezzel azt fejezzük ki, hogy mi az, ami jogosan az örököseké. That's the communion.
És ez az úrvacsora. It tells us and all of creation who we are and what the Lord created us for. Elmondja nekünk is az egész teremtésnek, hogy kik vagyunk mi, és hogy hogy mi a miénk, mi az, amit Isten nekünk adott. It is a great testimony. It speaks. Ez egy nagy bizonyság, és arról beszél. What he has done and what he served to us as heirs. Mit tett és mit adott nekünk, mint örökösöknek. It's handed to us. We don't only remember it, we take part of it when you take communion. Nem csak hogy visszaemlékezünk erre, hanem részt veszünk ebben, amikor úrvacsorát veszünk. And Hebrews says it's an eternal covenant. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy ez egy örökkévaló szövetség. So just there's so many more things I could talk about like cornerstones, but I think I'll just finish with this. Olyan sok minden van, amiről beszélhetnék még, mint ilyen sarokkövek, de azt hiszem, hogy ezzel fogom befejezni. And just finishing by reading Acts again, because 2:42. És azzal szeretném befejezni, hogy az Apcsel 2:42-t olvassuk el még egyszer. If we want a life of fire and a life of containing, maintaining and even developing our fires. Hogyha szeretnénk egy ilyen tüzes életet élni, hogy ég a tűz a szívünkbe, és hogy folyamatosan égjen ez a tűz a szívünkbe. We can never go on and say now I know this and now I'm into other things in the Bible. Akkor soha nem mondhatjuk azt, hogy ja, most már tudom ezeket a dolgokat, menjünk tovább más dolgokra a Bibliában. We need to keep these foundations very close and very hot and warm in our spiritual life. Ezeket az alap dolgokat nagyon közel kell tartsuk magunkhoz, hogy ez a tűz folyamatosan ott legyen, égjen bennünk. When I studied the first church, amikor tanulmányoztam a korai gyülekezetet, az első gyülekezetet, often I say to the Lord, oh, let it be so again. Gyakran azt mondom az Úrnak, hogy ó, Uram, hadd ismétlődjön ez meg újra. They were together and they együtt voltak, megtapasztaltak jeleket, csodákat, az emberek, ahogy üdvözültek, egy erős gyülekezet volt. So we need to, they continued steadfast in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. És részt vettek az apostolok tanításaiban, a közösségben, a kenyérnek megtörésében és az imádkozásban. Amen. 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 Halleluja. Yeah. Do you want to continue serving in the other way, like you want to pray or something? Yeah, of course. Yeah, please. Actually, do we have a little more? Could we have a little more time? Van még egy kis időnk? Is it okay? Rendben van ez? Because it's just when we were worshiping, I think I just needed to just a little more. Van még egy kis ráadás. It's because it's so much in my heart to tell you a little about my story right now with the Lord. A szívemben van, hogy egy kis történetet megosszak veletek, ami velünk történt meg az Úrral. Because I believe so much we are created to live in His glory. Mert hiszem azt, hogy arra teremtettünk, hogy az ő dicsőségében éljünk. When we saw Adam and Eve, they were just born into living in His glory. Amikor látjuk azt, hogy Ádám és Éva, amikor megteremtetett, beleteremtettek az ő dicsőségébe, hogy ott éljenek. We know they fell and they lost it and they just saw they were naked without it. Tudjuk, hogy ők elestek és azon kapták magukat, hogy mesztelenek, mert hogy Isten dicsősége nélkül maradtak. I think it's so important for us to know. I actually talked about to know Him, because when we know Him, we are close to Him, we will live in His glory. És beszéltünk is erről, de azt gondolom, hogy annyira fontos ez, hogy ismerjük őt, hogy közel legyünk hozzá, mert amikor ott vagyunk, közel vagyunk hozzá, akkor az ő dicsőségében vagyunk. And as I just mentioned, David, when he was kind of not feeling that good, he was just seeking to the Lord, and then he come into His presence, and in His presence, I mean, a lot of stuff will just have another dimension. És ahogy említettem nektek, Dávid is, amikor nem érezte magát olyan túl jól, és bement Istennek a jelenlétébe, és kereste Istent, akkor csodálatos dolgok történtek. And I mean, the Lord, when I tell you a little testimony from my life, it's not for, only for me, it's for everyone. És ez a kis bizonyság, amit megosztok, szeretném, ha úgy hallgatnátok, hogy ez nem csak a számunkra van, hanem ez mindenki számára van. Shortly after I received Jesus, röviden azután, hogy elfogadtam Jézust, I was not filled with the Holy Spirit yet, but my father brought me to a meeting. Nem voltam még beteljesedve a Szent Szellemmel, de apukám elvitt egy alkalomra. And there I tasted the presence or the glory of the Lord. És ott megtapasztaltam Istennek a dicsőségét, and Istennek a jelenlétét. And it just stirred such a hunger up in my heart for Him. És egy olyan éhséget gerjesztett fel a szívembe. I love to see miracles, signs and wonders, but actually I'm more for chasing Him. Szerettem látni a jeleket, a csodákat, de igazán őt kerestem. And when this fire was just started,
És amikor ez a tűz éppen elkezdett lángra gyulladt a szívemben. We just went around Europe and Israel and several places to just be in Penhin meetings because I knew the presence of the Lord was so strong in his meetings. És utána mentünk szerte Európába és Izraelbe és mindenhova, ahova Benihin ment, mert tudtuk, hogy az ő alkalmai milyen erőteljes Istennek a jelenléte. And also been here in Hungary, Pastor Jim, so many times and seeing how the Lord works when he's present. És volt Magyarországon is Benihin, meg a Jim Pastorral is, és láttuk, hogy milyen erőteljes Istennek a jelenléte. And it's not that we have to go somewhere, but sometimes we need to stir up our faith and see what is going on in other places to bring it back home and live in the same kind of dimension. És nem csak arról van szó, hogy ott legyünk, ahol ezek a dolgok történnek, hanem látnunk kell azt, hogy milyen ez, ahol Istennek a jelenléte így megnyilvánul, és megragadjuk, és vigyük haza oda, ahol mi élünk. Right now our kids, as you, many of you know, they are in a Bible school in California. És amint tudjátok, hogy a gyermekeink most Biblia iskolában vannak Kaliforniában. And it's not that it's the only place the Lord is moving, but it's for sure he's moving there. És nem mint hogyha ez lenne az egyetlen hely, ahol Isten mozdul, de az biztos, hogy ott mozdul az Úr. They actually say there's a revival going on now. És azt mondják, hogy épp egy ébredés van ott, történik ott. And just one month ago I was there and it was amazing. Egy hónappal ezelőtt voltam ott, és egyszerűen csodálatos, ahogyan az Úr mozdul. And he can show it to us in so many ways that his presence is so and his glory is so close. És olyan sokféle módon meg tudja mutatni, ahogyan az ő jelenléte, hogy milyen erőteljes, az ő dicsősége, milyen valóságos. For a long time since the summer when we were there also, it's just like we experienced goat dust so many times. És azóta, hogy nyáron ott voltunk utoljára, olyan sokszor megtapasztaltuk ezt az aranyport. And then 2 months ago I think it changed, not that we don't see goat dust anymore, but it's just like the Holy Spirit, just as we see in the Bible, is the wind. És körülbelül 2 hónappal ezelőtt megváltozott, nem mint hogyha most már nem tapasztalnánk meg ezt az aranyport, de mint hogyha megváltozott volna, hogy ahogy olvassuk is a Bibliában, hogy a Szent Szellem mint egy szél jelent meg. And I'm not seeing these manifestations. I mean, I don't say that, oh, can I have gold dust or can I have wind? Nem keresem ezeket a megtapasztalásokat, hogy lehetne aranypor, vagy lehetne én megtapasztalhatnám, hogy jöjjön a szél. Nem ezt keresem. Suddenly my wife and I just alone in our living room, we were sitting and praising the Lord and just praying. Van, hogy otthon vagyunk a feleségemmel, ülünk a nappaliba és csak dicsérjük az Urat, vagy imádkozunk. And suddenly I can just feel a pretty not storm but wind coming to my face and hands and és sokszor megtapasztalom azt, hogy nem egy vihar, de hogy ahogy a levegő áramlik, mint egy szél áramlana az arcomra, fújja a kezeimet. He can reveal his glory in so many ways. Meg tudja jeleníteni az ő dicsőségét olyan sokféle módon. The Lord can speak to you in so many ways. Az Úr tud szólni hozzád olyan sokféle módon. Just recently when I was in the States for one month ago, nem régiben, egy hónappal ezelőtt körülbelül, amikor az államokban voltam, with an evangelist, együtt voltam egy evangélistával. And he's been a youth pastor in a revival in Canada where there was a revival some years ago. És ő egy ifi pásztor volt Kanadában, amikor ott néhány évvel ezelőtt egy ébredés volt. And he told me that there was revival meetings and millions of people actually came there. És mondta, hogy ilyen ébredési összejövetelek voltak és emberek milliói voltak ott. And the presence of the Lord was so strong that most of the people were just falling under the power. És annyira erőteljes volt Istennek a jelenléte, hogy a legtöbb ember csak elesett Istennek a jelenlétében. But all the time he was just standing there. És ő mindig csak ott állt. He said, everyone was falling, I was just standing. Mondja, hogy mindenki elesett, és ő csak úgy ott állt. But then he wanted to follow this lead pastor who was praying for people. És utána akarta követni azt a vezető pásztort, aki imádkozik az emberekért. What was going on? Hogy lássa, hogy mi történik. And then he realized that in a very big circle around him, it just like the air was different. És észrevette, hogy mintha egy ilyen nagy körbe körülötte a levegő is más volt. And az atmoszféra más volt. And since he told me that, it just kept on coming up in my heart. És mióta ezt így elmondta, újra meg újra feljött ez a szívembe. The Lord is speaking to us about being a, I don't know the English word, but you know, being his smell, or kind of, it's it. És hogy, és hogy az igében mondja az Úr, hogy azt akarja, hogy mi az ő jó illata legyünk. I mean, how can you smell like heaven unless you have Jesus close to you and you live in his glory? Hogyan lehetne az az illatunk, hogyan lehetne Istennek a jó illata rajtunk, ha csak nem vagyunk közel hozzá, és ha nem az ő dicsőségében élünk. And actually lately, I have not told anyone else, but I've experienced when I'm praying, suddenly I can sense the air is so clear, just like
clear or clean and just like pure oxygen. Ezt még nem is mondtam senkinek, de amikor néha imádkozunk, akkor van, hogy azt tapasztalom, hogy a levegő, mint hogyha egy kitisztult volna, mint hogyha ilyen tiszta lenne, mint a tiszta oxigén lenne. And all this is not a goal. It's just to say that you draw close to him, he'll draw close to you, and you'll bring heaven wherever you go. Tudom, hogy ez nem egy cél, és nem is egy cél a számomra, csak azt akarom mondani, hogyha közel vagy hozzá, akkor megtapasztalod őt, és őt el tudod vinni ezt a jelenlétet. You may not be able to speak always with people. Nem mindig van lehetőséget, hogy beszélj az emberekkel Jézusról. But where you go, he is. De ahova te elmész, ő ott van. And if you have a close relationship, you will smell of him. És ha van valakivel egy szoros kapcsolatod, akkor olyan illatod lesz mindenki. His fragrance will be so, it will just be revealed to people. They will just see that you're different, but it's actually the smell of him who's. Az ő jelenléte annyira valóságos tud lenni rajtad, hogy az emberek meg tudják észlelni, kiszimatolják, hogy Isten illatod van. Amen. Amen. We want to smell like Jesus. Szeretnénk úgy szeretnénk, hogyha olyan illatunk lenne, mint Jézusnak, az ő jó illata lenni. Well, we would like to pray for the ones who would like. Szeretnénk imádkozni azokért, akik ezt kérik. Yeah. 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 Just go ahead. Just flow. I don't have to say anything more. Úgyhogy gyertek, szeretnénk imádkozni azokért, akik kérik. Úgyhogy I felt anointing. Mind a két térdbe éreztem gyógyító kenetet, főleg itt belől, de mind a két térdbe az Úr munkálkodik, meg a lábfejbe is. In the knees, here, and there too, both knees. Ő is érezte ott a térdbe a gyógyító kenetet. Lehet, hogy túl sokat futottam. Úgyhogy ha valakinek szüksége van egy érintésre, gyertek, engedjük meg az Úrnak, hogy hadd mozduljon. És hogyha esetleg tudjuk dicsérni közben az Urat, az még sokkal jobb lesz. Hallelujah. Thank you so much. Köszönjük.